A jelentés szerint a német kormány felelőssége, hogy elindult a spontán privatizáció és az ebből eredő állami vagyonvesztés. A bizottság emlékeztet arra, hogy a privatizáció eredményeképpen a Magyarországon működő 12 cukorgyár közül a hét korszerűbb egység 1991-re egyenlőtlen feltételekkel külföldi tulajdonba került. A vizsgálóbizottság megállapította, hogy bár az Antal kormány idején az országgyűlés nem biztosította a személy és tárgyi feltételeket ahhoz, hogy az állami vagyonügynökség igazgató tanácsa korrigálhassa a szerződésekben megjelenő egyenlőtlenségeket, de a kabinet a magyar cukor RT gyárainak privatizációjával és ezzel a piac mint egy 32%-ának magyar termelői tulajdonba adásával megteremtette a lehetőségét annak, hogy erős magyar tulajdonosi réteg is kialakuljon, Ellensúlyt képezve a külföldi tulajdonú vállalkozásokkal szemben. Ennek a koncepciónak a sikertelensége nem rajtuk múlott, állapította meg a vizsgálóbizottság. A jelentés idézi Horváth Mihályt, a magyar cukorerti akkori vezérigazgatóját, aki szerint a cukorrendtartás hiánya volt az egyik legfőbb akadálya a társaság sikeres működésének, és a Földművelésügyi Minisztérium akkori vezetői, többek között Raskó György, a tárca 1991 és 1994 közötti közigazgatási államtitkára voltak a felelősek azért, hogy nem jött létre rendtartás. Horváth Mihály kifejtette, hogy sok kísérletet tettek a rendtartás létrehozására, az FM akkori vezetőinél, de ezt végül nem sikerült elérni. A jelentés szerint a Hor kormány elvetette a magyar tulajdonláson alapuló cukoripar koncepcióját, és nem nyújtott sem tulajdonosként, sem államként segítséget ahhoz, hogy a magyar cukorerté a talpon maradáshoz elengedhetetlenül szükséges forgótőkéhez hozzájusson. A bizottság szerint ez vezetett ahhoz, hogy az Agrana csoport, amely kész volt a hiányzó forgó befektetni, megszerezte a magyar cukorerté többségét, és ezzel a 12 magyarországi cukorgyárból 7 a tulajdonába került. Ebben a körben felvetődik a kormány felügyelete alatt álló gazdasági versenyhivatal felelőssége, amely ezt a példátlan mértékű piaci koncentrációt nem akadályozta meg, olvasható a jelentésben. A dokumentum tartalmazza, hogy a magyar cukor RT vezetői a magyar államhoz tulajdonosi és egyéb minőségben is fordultak annak érdekében, hogy a szükséges forgótőkét bocsássa rendelkezésre tulajdonosi vagy egyébként kedvezményes kamatozású hitelformájában, a horkormány és annak vezetői azonban elzárkóztak a megkeresések elől. Megkeresték a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bankot, amelynek élén abban az időszakban Megyesi Péter állt. Bár a pénzintézet alapító kirata szerint rendeltetése ilyen stratégiai jelentőségű állami befektetések és fejlesztések finanszírozása, a bank elzárkózott a finanszírozás a magyar cukornevű formáció vezetői valóban előfordultak a fejlesztési bankban azzal a szándékkal, hogy forrásokat szerezenek, csak az a probléma, hogy a magyar befektetési és fejlesztési bank nem arra jött létre, hogy olyan tőkepótlással foglalkozzon, amely tőkepótlás a későbbiekben abszolút nem garantálja a megtérülést. Banki mérlegelések alapján néztük meg a lehetőségeket. A létrejött cukoripari vállalat sajnálatos módon nem birtokolt elegendő tőkét, és kockázatosnak és ilyen értelemben tehát elkerülendőnek tartottuk azt, hogy ilyen intézménybe a magyar állam pénzét betegye a fejlesztési bank. Idézi a jelentés, Megyesi Péter volt miniszterelnök nyilatkozatát. Megállapította a vizsgálóbizottság azt is, hogy a magyar agrárvezetés és a kormányzat részéről 2004 és 2006 között teljesen elhibázott stratégia volt az, hogy pusztán az Európai Uniós tárgyalási folyamatokra koncentráltak, ahol biztosan tudható volt, hogy maximum csak kisebb részsikereket lehet majd elérni, és ezzel párhuzamosan a külföldi gyárak tulajdonosaira kifejtett informális nyomásgyakorlástól teljes mértékben eltekintettek, mind a cukorreform tárgyalásai Alatt, mint pedig utána.